Sziasztok, én Berci vagyok, és ahogy láthatjátok, újra YouTube-on videó, hát talán még magamat is megleptem ebben, egy új sorozatba kezdek bele, ahogy a címből is látszik. A lényeg a sorozatnak az lesz, hogy a mai napon hivatalosan megjelent F1 23-as játékban megpróbáljuk minden egyes valós pole pozíciós kört megdönteni. Az első részben Bahreinnél lesz a főszerep. Max Verstappen futotta meg a képernyőn látható 1.29.7.08-as körével a pole pozíciót még egy kicsit pár héttel ezelőtt, de nyilván mivel most jelent meg a játék, ezért most tudom elkezdeni a sorozatot. Úgyhogy nyilván gyorsabbra sikerült a játék, setup-pal sokkal gyorsabb kört lehet ennél menni, ezért is lesz az, hogy setup nélkül kell, azaz alapsetup-pal kell megfutnom ezt a kört, semmit nem állíthatok, és emellett nyilván az általam használt teljes assist off-val fogok menni, úgyhogy én azt mondom, hogy lássunk neki. Mentem már jó pár kört nyilván, mert én már az Early Access-szel is játszottam, volt szerencsém kettől már kipróbálni a játékot. Úgyhogy lássuk az első kört, nem tudom, hogy fog sikerülni, lehet elsőre meg lesz ez a 29-7, bár nem hiszem, hogy meg lesz, látszik, hogy itt is volt már köröm. Nem hiszem, hogy megdöntöm főleg így. De majd meglátjuk, hogy hogyan fog működni ez a rendszer. Azt hiszem 30,3 volt. Nem tudom, próbáltam kitörölni, de nem sikerült. Ez nyilván a legtöbb pályán majd. Ami most fog majd következni, már nem lesz, szóval nem lesz nagyobb gond ezzel. Kicsit még csúszik, meg ezért mégsem setup, szóval nehéz dolgom van. Meg még a féktávok sincsenek meg nagyon. 3-10 plusz, ez valószínűleg egy 30-as kör lesz. Egy kicsit jobban majd össze kell szedni magam, meg a féktávjaimat. Hát igen, azért még nagyon sokat, ahogy mondtam, így nem mentem ebben a formában a játékkal. Úgyhogy majd megnézzük, hogy mire lesz elég ez a dolog. Hát az első kört most megmutattam, ami hát egy eléggé rossz kör, főleg, hogy Descent Next lett, de azért megmutatom, hogy ez egy 1.30,524, tehát egy olyan jó 8 tized javítás még szükséges lesz. Hát meglátom, hogy mit fogok tudni nyújtani, és akkor lehet, hogy itt még be fogok néhány dolgot vágni. De aztán természetesen a videó végén majd a leggyorsabb körömet is bevágom. Ami hát nyilván nem lesz egy tökéletes kör, talán meg nagyon sokan lehet gyorsabbat futtok, de meglátjuk. Ez már egy jobb kör volt, 30,131. És el is végeztem. Hát igen, ez már egy jobb kör volt, ez a második. Itt nem értem, hogy miért nem vette el éppen a gép, de mindegy. Egyelőre még további 4 tizedet kéne leforagni. Meglátjuk, hogy meg lesz-e. Nem egy túl könnyű dolog, de úgy érzem, hogy ha mondjuk összeraknám magamat, és normálisan fékeznék, illetve adnám a gázt, akkor szerintem meg lehet. Oha. Hát, az lesz ez a kör, az már majdnem biztos. Érdekes, felakadtunk a... felakadtunk ebbe a kavicságyba, mondjuk már lassan elkezdtünk előre menni, de... Na, hoppá, ki tudtunk jönni. Nagyszerű. Érdekes, de jó újítás.
Húha! Hát el szokott ilyeneket csinálni. Nem probléma. Megyünk tovább. Egyszer csak meg lesz az 29 hét, bár egyelőre kicsit távol érzem magam tőle. És ha bár vannak, ma még egy-két tized ebbe a körbe, az 29 hét nekem nagyon a határ. Óha. Az első, az utolsó szektorban is nagyon sok van. És 30,0 alakulunk. Hát... nehéz lesz. Mondom, az első szektorban van 2-2,5 tized. És onnantól kezdve már csak valahogy egyet kéne találni, és meg lehet az a 29,7,08. Aja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 j
legalábbis számomra. Azért a kommentbe írjátok le, hogyha ti is esetleg megpróbáltátok, megpróbáljátok, és nektek elsőre sikerül. Nekem nehézségeim vannak, de... Hát igen, azért láthatátok most, hogy nagyon sokat próbálok menni, de egyre sokat hibázok. Óha! De kár érte! Nagyon jó kör volt, aztán elkezdtem hibázgatni itt a végén. De tényleg nagyon jó kör volt. Mindegy. A Delta is megmutatta. Teljesen lehetséges 29 hét. De nem ezzel kör rá. Hát ez valami hihetetlen. Elrottom a végét. 29.633. Ajja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 jj
nehezebb, és az a kanyar, ahol a legtöbbet hibázom. Na igen, most már jöjjön a gyors kör. Itt is vagyunk, 1.29, 639. Nem mondom, hogy nincs benne jobb kör. Nyilván látszott, hogy ez se volt egy tökéletes. Itt most közben megölöm a gépem, ha esetleg a füst itt lenne, de így csak most jön.
Úgyhogy ez volt az első rész. Realisztik performance-on, semmiféle setup-pal sikerült ezt a kört megfutni, és látszik is, hogy balanszt a setup. Ez lett volna tehát az első rész, nagy nehezen, de meg lett a gyors kör. A következő epizódok nyilván gyorsabban fognak jönni, mivel már jelen pillanatban a kanadai nagydíj versenyhétvégéje van, úgyhogy egy kicsit le vagyunk maradva, de igyekszem jönni majd az epizódokkal. Úgyhogy mindenkinek további szép napot, én Berci voltam. Sziasztok!